9 perc múlva lesz 8:30, már is folytatjuk a ma reggelt ilyenkor szokásos koronavírus körképünkkel, és mielőtt kapcsolnánk tudósítóinkat a legfrissebbekért, lássuk a legfrissebb járványadatokat a világból. A fertőzöttek száma több mint 241 millió fő, ahogy ezt láthatják mindjárt a táblán is, a fertőzésben pedig már több mint 4 millió 900 ezeren hunytak el világszerte, és eddig több mint 6 milliárd 650 millió adag védőoltást adtak be összesen világszerte. Az adatokat most is az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítése alapján közöltük. Lássuk, honnan jelentkeznek ma tudósítóink. Ma Nagy-Britanniába, Szerbiába és Szlovéniába kapcsolunk a legfrissebbekért. Kezdjük Nagy-Britanniával, ahol az elmúlt napokban az előzetes becsléseket jóval meghaladta az új koronavírus megbetegedések száma. Azt mondják a szakemberek, hogy ennek egyik oka lehet, hogy a kontinens országaihoz képest viszonylag korán kezdődött a védőoltások beadása, ezért azok hatékonysága az eltelt időben csökkenhetett. Londonból kapcsoljuk tudósítónkat, Kertész Róbertet a továbbiakért. Kezdjük akkor az adatokkal, hogy melyek azok a járványügyi mutatók, amik erre engednek következtetni. Jó reggelt kívánok a nézőknek, 49.156 a brit egészségügyi minisztérium tegnap esti legfrissebb adatai szerint az előző 24 órában ennyi új koronavírus fertőzést szűrtek ki országszerte. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a szakértőket nem elsősorban az abszolút számok izgatják, nem elsősorban az abszolút számokat tartják aggasztónak, vagy bármilyen módon mérvadónak, hanem a számok alakulásának ütemét. És ha visszanézünk az elmúlt néhány hét görbéjére, tehát a számok alakulását mutató grafikonokra, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon lassú ütemű felfelé araszolás látszik ezekben a számokban, tehát nincs az az exponenciális ívű megugrás, amely például az előző, az évelei, a januári előző hullám idejére volt jellemző, akkor hirtelen néhány ezerről napi 60-70 ezerre ugrott az új fertőződések száma. Erről most szó sincs, egy lassú ütemben emelkedő görbét látunk az elmúlt néhány hétre visszamenőleg. Valóban ez az 50 ezerhez közeli szám, ez kicsit meghaladja azt, amit a szakértők korábban vártak erre az időszakra. Mégis azonban a londoni miniszterelnöki hivatal szóvője tegnap este külön hangsúlyozta, hogy szó nincs arról, és nincs is tervbevéve, hogy a brit kormány újból bármiféle korlátozást bevezessen, mert egyébként az állami egészségügyi szolgálat leterheltsége ezt nem indokolja. Van egy úgynevezett B-terv, nem ez a hivatalos neve, ez a közkeletű neve, amely azt jelentené, hogy ha egyébként nagyon komoly nyomás alá kerülne az egészségügyi ellátó szolgálat, akkor bevezetnének bizonyos korlátozásokat, illetve visszavezetnének ismét bizonyos korlátozásokat, például a kötelező maszkviselést. Júliusban a brit kormány mindenféle jogi korlátozást feloldott, azóta gyakorlatilag teljesen szabad az élet Nagy-Britanniában, járványügyi szempontból legalábbis, és nincsenek is tervek arra, hogy ezeket most visszavezessék, ismét bevezessék, és ennek oka például az, hogy a halálozások és a súlyos megbetegedések száma szerencsére korán sem követi a fertőződések számának görbéjét. Tegnap este például a szakminisztérium adatai szerint az elmúlt 24 órában 45 halálos áldozata volt a koronavírus járvány okozta COVID-19 betegségnek. Fel kell idéznünk összehasonlításképpen, hogy a januári előző hullám csúcspontján voltak olyan időszakok, amikor 1800 volt a 24 óra alatt meghalt betegek száma. Tehát a közelében sem járunk szerencsére ennek az intenzitású járványnak most. Tehát egyelőre a jelenlegi helyzetben nincs szó arról, hogy ismét korlátozások következnének. Közben valami gond van a tesztelésekkel, vagy volt legalábbis Dél-Angliában, ahol 43 ezer ember kapta meg úgy a negatív eredményt a tesztjei után, hogy aztán később kiderültek, hogy ők koronapozitívak voltak, ezt a brit egészségügyi hatóság közölte egyébként. A tesztek voltak a hibásak, vagy a laboratóriumban történt valami baki?
Ennek az eldöntésére várunk most. Ez a hétvégén derült ki, hogy több tízezer, tehát ahogy említetted is 43 ezer, legalább 43 ezer, a hatóságok hangsúlyozzák, hogy lehet ennél több is, de legalább 43 ezer olyan negatív teszt született, amely valójában pozitív volt. Nem tudjuk pontosan még, hogy mi okozta ezt. Ez egy Wolverhamptoni egészségügyi magánszolgáltató cégnél történt ez a hiba. Egyelőre vizsgálják pontosan, hogy mi okozta ezt a rendkívüli téves megállapítást. Nem, a magát, a laboratóriumot azonnali hatállyal a brit egészségügyi szolgálat bezáratta, tehát ezek a laboratóriumok, amelyek ennél a cégnél dolgoznak, nem működhetnek tovább, legalábbis koronavírus tesztet nem végezhetnek a vizsgálat lezajlásáig. Nem tudjuk pontosan, hogy mi az oka ennek a komoly hibának. A hatóságok most elsősorban arra összpontosítanak, hogy mindenkit felkutassanak, aki esetleg egy fals negatív tesztet kapott, hiszen akinek negatív tesztje van, annak nem kell elköntésbe vonulnia, tehát fertőzi a saját környezetét, és egyébként elhangzottak már olyan nyilatkozatok és szakértők részéről, hogy a mostani emelkedésnek, tehát a fertőzés szám emelkedésnek is szerepe lehet abban, hogy ez a hiba történt, tehát valószínű, hogy egy nagyon komoly kutatási program zajlik most, és majd az okokat később fogják kideríteni. Köszönjük. Nagy-Britannia után Szerbia, déli szomszédainknál továbbra is súlyos a helyzet. Szabadkán az elmúlt hétvégén csaknem 40 ember került kórházba koronavírus fertőzés miatt. Jelenleg az Északbácskai városban 116 embert kezelnek kórházban koronavírus fertőzéssel. Mészáros Györgyhöz kapcsolunk most a legfrissebbekért. Milyen adatok vannak országos szinten, ugye a Szabadkairól beszéltünk? Köszöntöm a nézőket, jó reggelt kívánok! Az elmúlt 24 óra adatait tekintve 6461 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak be a 21 ezer tesztelt szeméből Szerbiában, és elhunyt újabb 52 páciens a kór szövődményei. Következtében ezzel a járvány szerbiai megjelenése óta elhunytak száma mintegy 9200-ra emelkedett. Nagyon sokan vannak kórházban, egyre többen, jelenleg 6636 személyt ápolnak kórházban, közöttük egyre több a gyerek, a csecsemő, a várandós kismamák, illetve a 20-as éveikben járó fiatalok, de legtöbben a 30 és 55 év közöttiek azok, akiket kórházban ápolnak, jelenleg 279-en szorulnak lélegeztető gépre. Ami aggodalomra ad okot a szakemberek szerint az, hogy immár 6. hete folyamatosan a napi új beazonosított fertőzöttek száma 6000-es átlag körül mozog, ami még sohasem fordult elő korábban. Viszont némileg jó hír, hogy még 10 nappal ezelőtt nagyjából 130 ezer aktív fertőzött volt az országban, a számuk most jelenleg körülbelül 122 ezerre tehető. A kórházban ápoltak 90%-a nincs beoltva, és a szakemberek továbbra is az oltás felvételének fontosságára figyelmeztetnek. Egyébként vasárnap Ana Brnabić szerb kormányfő is felvette az oltás 3. dózisát. A szakemberek szerint szükség van az oltás felvételére, hiszen Szerbiában jelenleg még mindig csak 54%-a van beoltva a felnőtt lakosságnak. A héten mindenképpen ülésezni fog a szerbiai válságstáb, ezt a szerb miniszterelnök is bejelentette. A válságstáb orvosi része továbbra is szigorításokat követel. Első és alapvető dolog lenne, hogy minél jobban és szigorúbban ellenőrizzék a kötelező maszkviselést, illetve a távolságtartás betartását, és büntessék azokat, akik ezt elmulasztják. A szakemberek szeretnék elérni az 5 főnél nem nagyobb gyülekezési korlátozás bevezetését is, és 10 napos úgynevezett idézőjelben teljes bezárást követelnek, ami azt jelenteni, hogy csak azok az üzletek nyitnának ki 10 napon keresztül, amelyeknek feltétlenül
feltétlenül működniük kell, ilyenek például az élelmiszertárosító üzletek, a gyógyszertárak, illetve az üzemanyag töltő állomások, a vendéglátóipari helyiségeket, illetve más üzleteket egyébként vagy bezárnának, vagy pedig jelentősen lerövidítenék a munkaidejüket, de a szakemberek kérik azt is, hogy végre vezessék be Szerbiában a COVID igazolványokat is. A kórházak és az egészségügyi rendszer rendkívül túlterhelt, például a szerbiai klinikai központ fertőző osztályán minden ágy megtelt, és továbbra is naponta mintegy 200 koronavírus gyanús esetet vizsgálnak meg, és ott is a vizsgálatra jelentkezők mintegy 90%-a oltatlan. És ami még aggodalomra ad okot az orvosok szerint, az az, hogy az esetek túlnyomó többségében a páciensek már akkor fordulnak orvoshoz, amikor súlyos állapotba kerülnek, holott ezt meg kellene tenniük, amint az első gyanús tüneteket észlelik önmagukon. Tehát Szerbiában továbbra is ugye a helyzet eléggé bonyolult. Egyébként a szerbiai orvoscsoport már azt is javasolta, ez is szerepelni fog majd a válságstáb napirendjén, hogy javasolják majd a harmadik adag vakcina felvételét nem 6 hónappal a második dózis felvétele után, hanem már 5 hónap elmúltával. Egyébként a napokban 250 ezer adag újabb Sputnik V vakcina érkezett Szerbiába, ezeket most osztják el szinte mindegyik oltópontra, és ezt is fel lehet majd venni harmadik adag vakcinaként, hiszen a szerbiai szakemberek véleménye és vizsgálata szerint a Sputnik V vakcina 97%-ban hatásos. Köszönjük, és akkor nézzük Szlovéniát, ahol néhány hetes stagnálás után ismét fölfelé ível a járványgörbe. Már minden negyedik elvégzett PCR-teszt aktív fertőzöttséget mutat. Lendváról Magyar Lovrics Mirjánát kapcsoljuk. Mennyire komoly a helyzet, mit mutatnak az adatok? A pozitív tesztek arányát nézve eléggé komoly itt a helyzet. Szép jó reggelt kívánok! A hétvégén ez az arány megközelítette a 30%-ot. Tehát itt már minden harmadik vagy negyedik elvégzett PCR-teszt aktív fertőzöttséget mutat. A vírus jelenléte a populációban igen magas. Hogy fölfele ível a járványgörbe, azt az újonnan regisztrált esetek is bizonyítják, egy hét alatt 50%-ot nőtt az új fertőzöttek száma, míg az elmúlt héten összesen 6852 új fertőzöttről számolt be a Szlovén Népegészségügyi Intézet, addig egy héttel korábban jóval kevesebb 4450 új esetet regisztrált. Ráadásul itt az oltakozás szinte teljesen leállt. Az elmúlt egy hétben fele annyian vették fel az oltást, mint ahányan átfertőzöttek. A teljes átoltottság az országban amúgy 50%-os, és míg nő az intenzív osztályon kezeltek száma, addig a kórházban fekvők száma jelenleg stagnál, de tudjuk, hogy ez a 2-3 héttel ezelőtti új esetszámok stagnálásának a következménye, és hogy a kórházak leterheltségén a járvány terjedésének gyorsulása csak 10 nap múlva lesz látható. János Poklukár egészségügyi miniszter egyébként múlt héten közölte, hogy nyár óta Szlovéniában is elérhető a Regeneron gyógyszergyártó cég Regenkov nevű készítménye, amely ugye csökkenti a COVID-19 betegség miatti kórházba kerülés esélyét és a magas elhalálozási kockázatot. A gyógyszert elsősorban immunhiányos embereknek és azoknak szánják, akiknél fennáll a betegség súlyosabb lefolyásának kockázata. A miniszter a hétvégén ismételten felhívta a 65 évnél idősebbek figyelmét, éljenek a lehetőséggel, és fertőzés vagy magasan rizikos kontakt esetén konzultáljanak a házi orvosukkal, aki eldönti, hogy esetükben számításba jöhet ez a gyógyszeres kezelés. Hogyha tovább romlanak a járványügyi adatok, akkor kell-e esetleg szigorításra, a jelenleg érvényben lévő járványügyi szigorításokra számítani? Eddig konkrétan még nem volt szó újabb szigorításokról. A szlovén kormány talán még egészen tegnapig eltökélt volt abban, hogy nem lesznek a második hullámban elrendelt lezárásokhoz hasonló intézkedések, hanem a vírus terjedésének lassítása érdekében minden szolgáltatást és munkavégzést egyaránt védettségi igazoláshoz köt. Itt már több mint egy hónapja
a koronavírusból felgyógyultak és a beoltottak azok, akik COVID-igazolvány felmutatásával normális korlátozások nélküli életet élhetnek, ők azok, akik magasan rizikós kontakt esetén nem kell, hogy karanténba vonuljanak, emellett pedig korlátozások nélkül igénybe vehetnek minden szolgáltatást, legyen az ügyintézés a hivatalokban, tömegközlekedési eszközök használata, felkereshetik házi orvosukat, mehetnek étterembe vagy rendezvényre. Mindezt amúgy a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők is megtehetik, de úgy, hogy 48 óránál nem régebbi negatív tesztet mutatnak fel, amelyet önköltségesen végeztetnek el. A védettségi igazolás és a tesztelés követelménye ellen az elmúlt egy hónapban többször voltak erőszakba torkolló tömeges tüntetések, Jánez János a kormányfő pedig pont az eféle felelőtlen viselkedésnek tulajdonítja a járvány ismételten gyorsuló terjedését. Ezért, mint azt tegnap a parlamenti vita során elmondta, újabb intézkedések bevezetésére kényszerül majd a kormány, és a korábbi tervekkel ellentétben kilátásba helyezte a gazdasági és a közösségi élet újbóli leállítását. Magyar Lovrics Mirjánának Lendváról, Mészáros Györgynek Szabadkáról és Kertész Robertnek Londonból köszönjük szépen az információkat.